Sziasztok, Puskás Peti vagyok, és én is ott leszek szeptember 7-én a futball éjszakáján. Visszam a kis cuki gyerekkórusomat, nagyon nagy slágereket fogunk énekelni együtt, és hát remek futballt is láthatnak majd, úgyhogy ott találkozunk az egész családdal. Én arra buzdítok mindenkit, hogy szeptember 7-én jöjjön ki az MTK stadionba, rengeteg híres ember, újságíró és színész lesz ott, és hát ezek a szurrangadók, ezek mindig nagyon jól szoktak sikerülni, elképesztően izgalmas mérkőzések szoktak lenni. Én személy szerint annyit tudok mondani, hogy elképesztően nehéz, már most a lábam, nehezen közlekedek itt az úton, ugyanis tel is tele van góllal. Úgyhogy remélem, hogy ezek a gólok ki is jönnek a lábamból. Gyertek el szeptember 7-én, ott találkozunk. Szevasztok! Szervusztok, szép napot kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök, és egyben szeretettel várok szeptember 7-én este 8 órakor tartandó szúrunkra, színész újságíró összecsapás az MTK pályán. Öldöklő iramot nem garantálhatok, de az elszántság az ott lesz bennünk, mint ahogy évtizedek óta, amikor az újságírók összecsapnak a színészekkel. Még egyszer, szeptember 7-e, MTK pálya 8 óra, színész újságíró, aki szereti a játékot, legyen ott. Üdvözlök mindenkit, Balázs Pali vagyok. Várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel a magyar színész válogatott és az újságíró válogatott tagjaival. Szeptember 7-én 20 órától az MTK pályára életünk mérkőzésére gyertek, szurkoljatok és érezzétek magatokat nagyon jól. Sziasztok! Sziasztok! Én nagyon komolyan veszem a színészek újságíró rangadóját, hogy egészen Horvátországig utaztam a felkészülésre. Tehát a VB ezüstérmes otthonában próbálok formában lendülni erre a fantasztikus eseményre, amelyen remélem, hogy ti is ott lesztek. Úgyhogy én már gyakorolok, és remélem, hogy ezt meg tudom mutatni majd a pályán is, hogy hogy megy. Szevasztok!